Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Késer és Villával beszélgetés sorozat. Én Csete Soma vagyok, és Vide Kamillával fogjuk közösen vezetni ezt a ma esti beszélgetést. A témánk pedig középiskolai irodalomoktatás lesz, ezt fogjuk viszonylag sok szempontból körüljárni. És ehhez a témához három vendéget hívtunk meg, méghozzá egy középiskolai diákot, egy egyetemi tanárszakos hallgatót és egy jelenleg is gyakorló magyar tanárt. Úgyhogy bemutatnám most a vendégeinket. Először is itt van velünk Kovács Hanga, középiskolás diák, a Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium hallgatója, író, költő, novellaíró, az F21 újságírója, és fiataloknak az olvasási szokásaival foglalkozik, úgyhogy erről is biztosan fogjuk kérdezni majd Hangát. Itt van velünk Ungvári Sári, az ELTE magyar-angol tanárszakos hallgatója, az Ötvös Kollégium magyar műhelyének a tagja. Sári pedig drámapedagógiával foglalkozik, ez is szóba fog jönni a beszélgetésben természetesen. Valamint itt van velünk Radics Ágnes, aki több mint 25 éve tanít már a pécsi Janus Pannonius gimnáziumban magyart, emelt szinten érettségiztet, valamint több mint 20 éven át, vagy 20 éven át volt osztályfőnök is, és ami nem mellékes még a jelenlegi beszélgetés szempontjából az, hogy Ágnes 4 éven át, pontosabban 6 éven át tanított Kamillának magyart a Januszba, nekem pedig 2 éven át fakultációs magyar tanárom volt, úgyhogy van egy ilyen szuper személyes kötődésünk is. És akkor szerintem el is kezdhetjük a beszélgetést. Ugye van egy aktualitása ennek a témának most. Körülbelül 2 héttel ezelőtt jelent meg a hír, hogy 2023-tól átalakul a középszintű irodalmi érettségi, és hát elég érdekes dolgok derültek ki, ugye többek között kikerül az érvelő fogalmazó feladat, és ennek helyébe kerül be egy, hát tulajdonképpen lexikális ismereteket kikérdező feladatlap, valamint szintén kikerül az érettségiből az összehasonlító műelemzés. És hát első körben arról szeretnélek kérdezni titeket, hogy mit gondoltok ezekről a változtatásokról, és hogy mit gondoltok arról, hogy milyen nagyobb tendenciákba illeszkednek bele ezek a változtatások, és nyugodtan bármelyikőtök kezdheti. Akkor szeretném kezdeni. Nagyon pontosan nem tudok még mit gondolni róla, tehát amikor látunk konkrét feladatokat, akkor lehet erről majd azt gondolom igazán véleményt formálni. Az, hogy kikerül az nem szép irodalmi művel kapcsolatos érvelés, vagy az úgynevezett gyakorlati írásbeliség, a magam részéről kevéssé fájlalom. Hogy bekerül egy teszt jellegű, feltehetően irodalmi tényismereteket mérő feladatsor 20 pont erejéig a 100-ból. Szemléletben azt gondolom, hogy nem nevezhető haladónak. Ugyanakkor megint azt kell, hogy mondjam, hogy ha látjuk azt, hogy ez milyen aprólékosan vagy milyen mélységben vár el tényismereteket a diákoktól, akkor tudom róla azt mondani, hogy ez még elfogadható, vagy ez ebben a formában tarthatatlan. Hogy az összehasonlító műelemzés kikerül. Hát, szerintem emiatt is kevés szív törik össze, és az, hogy helyette választható lesz egy irodalmi esszé, irodalmi művel vagy kérdésfelvetéssel kapcsolatos esszé, ennek én örülök. Folytatom szívesen. Hát nekem alapvetően ez a műveltségi feladatsor ijesztőnek tűnik olyan szempontból, hogy nagyon sok
Szóval nagyon sok különböző iskola van, különböző szinteken tanítanak magyart, és hogy mégis egy ilyen egységes standardet vár el ez a teszt, ez számomra nagyon ijesztő. Szóval persze meg kell várni, amíg látjuk, hogy ez milyen, de én nem vagyok túlságosan pozitív ezzel kapcsolatban, mert nagyon félek attól, hogy ez valamilyen egyféle típusú tudásnak az elvárása, és csak így ki fognak éleződni a különbségek, amik eddig is megvannak az oktatásban, mert hogy valaki képes lesz mondjuk ezt a standardet teljesíteni, valaki nem. Alapvetően szerintem még az ijesztő, hogy a szöveg kikerült, tehát hogy most arról is beszélünk, hogy a témakifejtő eszénél ugye kiesik a szöveg, nem kell ezen túl már nekem ott helyben elolvasnom, vagy hát az adott ilyenkor ott helyben elolvasni egy szöveget, hanem anélkül kell improvizálnia ebben a kérdésben valamit, amit nem tudok máshogy elképzelni, mint hogy az addig felhalmozódott tudására, adatos tudására támaszkodik, és annak segítségével válaszol. Szóval szerintem egy kicsit most az történik, hogy a kimenet felől megkötik az eddig meghozott NAT változtatásokat, és akkor így már sokkal kevesebb szabadsága van a tanárnak, hogy ezt az ilyen alapvetően számunkra értékes kritikai értelmezői oldalát tudja fejleszteni a diákoknak maga a magyar tanítás. Hát, ugye én személyesen még nem érettségiztem, szóval így annyira nem tudok arról beszélni, milyen volt eddig. Viszont mi most vettük pont az érvelést, és nekünk igazából egy nagyon pozitív élmény volt szerintem. És én azt tapasztalom, hogy amikben itt tényleg a diákoknak ki kell fejteni a saját véleményüket, az hát mindig egy olyan lehetőség, ami közelebb viszi az embert akár az irodalomhoz, akár bizonyos kérdéseinknek az átgondolásához, és hogyha ugye ez kivészik az érettségiből, akkor felég egy középszinten, ahol annyira nem feltétlenül fektet a tanár abba időt, hogy olyan anyagot is leadjon, ami nem lesz benne az érettségibe, ez mindenképpen háttérbe szorul. Ezen kívül pedig én azt tapasztalom, hogy főleg az én generációm ez a lexikális tudást, ez már teljes mértékben így elutasítja, és egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy tehát azzal, hogy neki szüksége lenne ezekre az adatokra, és pont ezért, amiért megnövekszik ennek a tere az érettségiben, ez szerintem még inkább el fogja idegeníteni a diákokat attól, hogy az irodalom felé nyissanak. Ágnes, hadd kérdezem meg, hogy mit gondolsz ezekről az aggályokról akkor, amiket a lányok is felvetettek? Teljesen jogosnak gondolom ezeket az aggályokat, és igen, azt is gondolom, hogy ez a NAT 2020 elfogadásának egy majdnem kiszámítható következménye lett. Tehát ne tehessem teljesen azt, amit akarok, hogy becsukom magam mögött az ajtót, és akkor, mintha mi sem történt volna, tartom az irodalomórákat. És én is úgy gondolom, hogyha itt valóban kifejezetten tényismeretek szertelen mennyiségére lesz szükség, elfogadhatatlan. Ugyanakkor hát sajnos a tanítási gyakorlatomban azzal is szembesülnöm kell, hogy 4 vagy 6 év irodalom tanulás után vannak olyan növendékek, akik mondjuk Jánuszt, Petőfit, Adit nem tudják jó kronológiai sorrendbe helyezni. Fel tudnak viszont készülni szóbeli tételekből. Ezzel együtt sem szeretném azt mondani, hogy üdvözlöm ennek a bevezetését, hanem úgy gondolom, hogy lehetne ezt akár jól is csinálni. Sajnos én sem feltételezem, hogy ez feltétlenül jól fog bekövetkezni. Az, hogy az érvelést kivesszük az érettségiből, ez azt jelenteni, hogy akkor nem tanítok meg jól érvelni növendékeket, azt gondolom, hogy ez amúgy elég baj. Tehát ebben azért nem szabad, hogy csak az érettségi kényszere legyen benne, hogy alapvető technikákat, szövegalkotási módokat ne tanítsak meg. Hogy nagyon eltérőek
az iskolatípusok, és ez nem fog rájuk egyforma terhet róni, ez megint egészen biztos. Én abban sem vagyok egészen biztos, hogy helyes ugyanazt az érettségit íratni mindenkivel. Én azért sem vagyok bánatos, hogyha az érettségi tud szórni teljesítményben. Én is még Ágneshez szeretnék fordulni, és azt kérdezném, hogy ugye már 25 éve a pályán, hogy látod folyamatában ezeket a strukturális változásokat? Voltak egyébként jobb és rosszabb időszakok? Mennyire kell egy adott tantervi változtatásnál a tanároknak a mindennapi gyakorlataikon változtatni, és mennyire igaz az, amire az előbb is utaltál erre a becsukom az ajtót, és úgy tanítok, tehát a tanterv ellenében való tanítás, ez mennyire egy valós jelenség, vagy mikor valós? Hát én úgy gondolom, hogy soha egyetlen magyar tanárnak sem célja az, hogy direkt a tanterv ellenében tanítson. Ha abból indulok ki, hogy milyen óraszámokban tanítunk, meg kell szakadnom, hogyha én ezt a tanterv és a rendelkezésemre álló eszközök ellenében akarom megvalósítani. 37 éve tanítok különben. Ez alatt a 37 év alatt én azt tapasztaltam, hogy hát messze a jelenlegi a legnehezebben kezelhető időszak. Tehát a rendszerváltás előtt is találkoztam azzal, hogy egy zsolnai módszerrel, vagy egy induló bánréti módszerrel, egy nyelvtan irodalom kommunikáció kísérlettel, a későbbiekben HEFOP és TÁMOP és mindenféle pályázatos tantervi módosításokkal, és pláne rendkívül jó tankönyvekkel és tankönyvcsaládokkal folyamatosan tudtál afelé változtatni, hogy összhangba hozzad a saját elvárásaidat a tanítványaid feltételezhető igényeivel, hogy legyen valóban az oktatás kompetencia alapú. Ez előtt az ajtót teljesen egyértelműen a 2020-as NAT csukta be. Miközben, ha megnézem annak a pedagógiai bevezetését, nem az eljárást, hanem a bevezető szöveget, akkor azt olvasom, hogy de ő pontosan ezt támogatja. Tehát szólamban meghagyja a korszerűséget, de olyan tananyag mennyiséget sóz a nyakadba, olyan aprólékos eltervezettséggel, hogy az gyakorlatilag teljesen kizárja módszerben, elgondolásban, bármiben a szabadságodat. És ez az, ami miatt én azt gondolom, hogy szeretném ugyanazt remélni, hogy az új érettségi jobb lesz, vagy nem lesz rosszabb, inkább ezt mondom, én sem hiszem igazán. Ennyit tudok erre mondani. Köszönöm. Sári, most hozzád fordulnék, és az érdekelne, hogy a tanárképzésben egyébként történtek-e bármilyen reflexiók, akár az alaptanterv megváltoztatására, akár így az érettségi változtatása kapcsán, illetve hogy ilyen jellegű változások egyébként a képzésben okoznak-e bármiféle ehhez való összhangba hozást vagy adaptálódást, illetve még az is érdekelne, hogy egyébként van-e, tehát hogy mindennapi téma-e egyébként a közoktatás helyzete, akár a hallgatók, akár az egyetemi oktatók között. Itt alapvetően az van, hogy a tanárképzés az most nagyon formálódás. Tehát, hogy megváltoztatták a képzést a nemrégiben, létrehoztak egy osztatlan tanárképzést, ez létezett már korábban, egy ideig nem volt, aztán most megint létezik,
és ezzel most kísérletek zajlanak. Szóval hogy ez van, hogy más tanterv van a 2017-től, 2018-től, 19-től, 20-től felvetteknek. Szóval, hogy igen, nyilván van egy folyamatos alakulás, mert még a képzés sem tudja, hogy így pontosan hogyan kellene megfognia a egyáltalán a tanítást. Jelenleg az, hogy én magyar-angol szakos vagyok, tehát végzek egy magyar bölcsészképzést, egy angol bölcsészképzést, és vannak még pedagógiás óráim. És hogy alapvetően, mivel ezek bölcsészképzések, ugyanazokat a tantárgyakat végzem el nagyjából. Itt van egy ilyen probléma, hogy mondjuk ugyanazokat végzem kevesebb kreditért, és hogy nem igazán afelé hajt, hogy olyanokat tanuljak meg, amiket mondjuk középiskolában tanítani fogok. Ez alapvetően szerintem nem probléma, tehát hogy tök jó, hogy a képzés arra orientál, hogy legyen egy általános bölcsész műveltséged, egy gondolkodásod, vagy valami gondolkodást tényleg átad, és akkor te ezt majd használni tudod, hogyha kikerültél a rendszerből. De emlékszem arra, amikor Herceg Ferenc bekerült, akkor volt egy ilyen, tehát egyrészt több sajtóban is előjött, és volt az egyetemen is egy ilyen pánik a diákok között, hogy akkor most úristen, mit csináljunk Herceg Ferenccel, mert tehát az van, hogy nincsen szakirodalma, mi se tudtunk róla semmit, és emlékszem, hogy volt itt tanárom, aki annak ellenére, hogy az órán csak a diákok fele volt tanárszakos, megfogta és beletette, és beszéljünk róla azonnal. Szóval, hogy ilyen mikroszinten történnek változások. Nyilván vannak olyan tanáraim, akik mondjuk gyakorló tanárok is, és akkor ők egyébként így beszélnek arról, hogy milyen tapasztalataik vannak az iskolán kívül, vagy az egyetemen kívül az iskolában. Hát szerintem az nagyon érdekes, hogy múltkor mesélte nekem a Pinter Borbála tanárnő, hogy az egyik diákja nem NAT-ot emlegetett, hanem NAT-okat. És hogy ez azért tényleg így van, hogy annyira gyorsan változnak az elvárások, hogy igazából én nem tudom pontosan, hogy mibe fogok kikerülni. Tehát, hogy én elméletileg akkor, amikor ez az új érettségi rendszer kijön, akkor leszek pályakezdő, egyébként ezen az elképesztően hosszú képzésem, mert 6 évig készül az ember középiskolai tanárnak. És hogy nem tudom pontosan, hogy azok, amiket most gondolok, hogy akkor lesznek, azok mondjuk akkor léteznek el. Tehát, hogy ezért nem is tudom, hogy a képzéstől elvárható-e, hogy adaptálódjon teljesen, mert olyan gyorsak ezek a váltások. És egyébként, amit az előbb említettél, azzal kapcsolatban, hogy különböző iskolákban különböző hátterű gyerekek tanulnak, és ezért lehet probléma egy ilyen műveltségi kérdéssorra nagy hangsúlyt fektető érettségi. Az lenne még a képzéssel kapcsolatban a kérdésem, hogy egyébként akár ezeken a pedagógiai órákon mennyi figyelem van fordítva arra a kérdésre, hogy ha egy pedagógus kilép ebből a képzésből, akkor teljesen mást kell valószínűleg csinálnia, akár módszertanilag is ezekben a különböző intézményekben. Hát szerintem ez a kérdés nagyjából lebegtetve van csak, mert hogy ez van, hogy aki bekerült tanárképzésbe, annak jelentős része egyébként nem akar majd tanár lenni, tehát hogy a szaktársaimnak viszonylag kicsi része szeretne majd ebbe dolgozni ténylegesen. Plusz akik vannak, azok közül nagyon sokan reménykednek abban, hogy elit gimikben fognak kikötni, és hogy ebben, nem tudom, keresik a nyugalmukat, talán, hogy majd ott tudnak igazán tanítani. Plusz ugye a gyakorló gimnáziumok is általában olyan gimnáziumok, ahol nem, tehát hogy ami nem túl nagy spektrumot mutat meg nekünk. Szóval egy kicsit az van szerintem, hogy talpra esünk, vagy nem jellegű az egész. Alapvetően ilyen fogalmi hiányosságok is vannak, hogy nem tudjuk pontosan, hogy szakgimnáziumokban mit kell tanítani, szakiskolákban mit kell tanítani, egyáltalán ezek hogyan vannak. Úgyhogy szerintem ez nincs igazán így kialakítva ezzel kapcsolatban tudatosság. Én azért gondolom azt, hogy alapvetően, hogyha mondjuk tényleg önálló szövegértelmezésre, vagy erre a kompetencia alapú oktatásra érzik a hangsúlyt, amit a tanárnő is említ, akkor az egy olyan elvárás lehet, vagy egy olyan dolog
bennem, amit bármelyik iskolába ki tudok vinni magammal, mint cél. És hogy akkor, hogyha ezzel a céllal tudnék bemenni egy iskolába, akkor szerintem teljesen nyugodt lennék, de az van, hogy szerintem ebben mondjuk nem támogat a rendszer. De hogy én ezt látom útnak. Mi nem vagyunk ugyan gyakorló iskola, de előfordulnak hallgatók a mindennapjainkban. Nekem tavaly például volt egy egyetemi hallgatóm, és az a tapasztalatom, hogy módszerekben rendkívül felkészült volt. Tehát nagyon korszerű, nagyon jó módszertani képzést kapott. Nagyon elcsodálkozott különben, hogy ahhoz képest, mondjuk milyen kőkorszaki egy OKTV dolgozat, ami csak valóban nagyon tömény tényismeretet várt el. Ugyanakkor ugye azt mondod, hogy egyáltalán nem baj az, hogy egy általános bölcsész műveltséghez, egy alapos irodalmi műveltséghez kaptok felkészítést, én sem mondom, hogy ez baj. Nem gondolom, hogy a középiskolai vagy az általános iskolai tananyagot kellene kizárólag súlykolni egy tanárszakos egyetemi képzésben. Mégis azt gondolom, hogy amiben felkészületlenek az egyetemisták, vagy hogy szebb magyarsággal mondjam, amire nincsenek felkészítve, az a konkrét tananyag. És ez nem azért van csak, mert hamar váltják egymást a natok, biztos ezért is van, hanem valami miatt nem tartja szükségesnek, hogy erre felkészítsen. És én úgy látom, hogy egy hallgató a középiskolai tananyagból annyit tud, amennyire középiskolás korából emlékszik. Pedig mondjuk az életműves szerzők, tehát egy Petőfi Arany, Posztolányi Babits, József Attila nem változtak a tananyagban az elmúlt, mit tudom én, majdnem 100 esztendőben. Tehát vannak olyan tananyag részek, amikkel úgy gondolom, hogy akár a módszertannal összekapcsolva foglalkozhatnának az egyetemen is, egyszerűen azért, mert pályakezdőként belerokkan az ember abba, hogy nem tudom most pontosan, hogy egy pályakezdőnek mennyi a kötelező óra száma, de felteszem 18-nál nem kevesebb. Tehát, hogy talpon tudjon maradni úgy, hogy meglegyen a tényismerete, az átlátása az egyes osztályok tananyagához, úgyhogy hát nem egy év folyamra fog belépni, hanem feltehetően egyszerre 3-4 különböző helyen tartó tananyagba kell bekapcsolódnia, ezt én nagyon nagy hiányosságnak érzem, és nem tudom érte nyilván a hallgatót kárhoztatni. A másik, ami még szembetűnőbb, hogy mi középiskolában, mindegy, hogy egyetértek-e vele, zömében leíró nyelvtant tanítunk grammatikaként. A generatív grammatika például hírből sem kerül be. 20 évvel ezelőtt volt szó róla, hogy majd mi is erre fogunk áttérni, nem így történt. Gyakorlatilag a nyelvtant úgy kezdi el tanítani valaki, hogy és tanulja a leíró nyelvtani ismereteket, pláne, hogyha a néhai középiskolája erre nem fektetett nagy hangsúlyt. Ami lehet, hogy megint csak egy bocsánatos bűn. Erre gyorsan reagálhatok? Hát igen, ezt én is érzem nekem. Ez amikor tavaly beütött a Covid, akkor elkezdtem érettségi felkészítőket tartani, és akkor ez egy nagyon alapvető tapasztalat volt, hogy elő kellett vennem megint a tankönyvet, meg kellett néznem, hogy mi van benne pontosan, és hogy mit kell letenni. De hogy én valahol azt érzem, hogy igen, erre fektetne az egyetem is nagyobb hangsúlyt, hogy tényleg elővegyük a tankönyveket, és beszéljünk róla. És ebben teljesen igazat tudok adni, de hogy azt látom, hogy ez nagyban egyéni munka is kéne, hogy legyen. És hogy,
hogy szerintem valahol azt kéne, hogy ötöd évben visszatérni ezekre a dolgokra, mert ötöd évre viszont már annyira kikopik ez a középiskolai tudás, és annyira szerte szét van az ember agya, hogy tök jó volna, hogyha ötödik évben mielőtt elkezdődik a hosszú gyakorlat, mert nálunk van egy hosszú gyakorlat, az a hatodik teljes év, azelőtt ezen végig haladnánk sorban. És egyébként igen, ez így általában a vita tárgya, hogy most akkor pontosan a tanárképzésben hogyan kéne a diákokat a középiskolai tananyag felé orientálni. Erre most vannak különböző órák, amiket bevezettek, ilyen az irodalomtanításának, magyar nyelvtanításának a gyakorlata. Ezeken az órákon viszont általában csak a legfontosabb pontok kerülnek elő, amik mondjuk így a legnagyobb viták tárgyai, hogy a, nem tudom, Szigeti Veszedelem, vagy az Odüsszeia. És hogy nem haladunk végig azon sem rendszeresen, szóval ezért tudok menni, igen, ez egy hiányosság. Hát remélem, hogy, tehát, hogy ezzel kapcsolatban most nagyon nagy viták folynak, és elméletileg a következő évfolyamoknak ebben már történik valami változás. Reméljük. Én most egy-két kérdés erejéig Hangához és Ágneshez fordulnék. Először arról szeretnélek kérdezni titeket, hogy a tanáriban, tehát a tanárok közötti párbeszédben, vagy a diákok közötti iskolai párbeszédben mennyire jelennek meg az oktatási rendszer átalakításának, vagy oktatáspolitikai kérdéseknek a jelentősége, tehát mennyit szóba kerül ez, hogyha szóba kerül, akkor hogyan beszélnek erről a diákok egymás között, tanárok egymás között, valamint, hogy áll-e az a szabály még, ami még az én középiskolai időmben viszonylag evidens volt, hogy az órán nem nagyon jelenhetnek meg politikai tartalmak. Tehát hogyan áll ez a diskurzus a középiskolákban, vagy a ti középiskoláitokban, hogyan látjátok? Akkor kezdem én. Hát én az eddigi tapasztalataim alapján azt veszem észre, hogy egyre inkább és egyre komolyabban is veszik ezt a nem politizálunk órán. Tehát vannak olyan tanáraim, akik ilyen nagyon durván odafigyelnek rá, és így előre bocsánatot is kérnek, hogyha esetleg valaki félreérteni, vagy úgy értelmezni az ő mondataikat. Szerintem egyébként ez egy nagyon túlzásba vitt dolog, és én nem is azt mondom, hogy a tanárnak kéne politizálnia, de az, hogy például a gyerekek egymás között, tehát hogy az iskola biztosítson teret arra, hogy a gyerekek egymás között meg tudják vitatni, és a saját nézetéket össze tudják hasonlítani. Ez szerintem nagyon fontos lenne, mert azt tapasztalom, hogy tényleg a politika az egyre inkább tabu téma lesz, és egyre nehezebben érti meg az ellenzék, meg a kormánypártiak a másik oldalnak a nézeteit. És szerintem ezt az iskolába kéne megtanítani a gyerekeknek. És pont azért, hogyha azt érezzük, hogy nem merjük elmondani már az iskolában sem, és tényleg a tanárinkon is ezt látjuk, hogy néha nem merik elmondani, még akkor sem, hogy egyébként az egy semleges vélemény, az semmiképpen sem egy jó példa. A tanáriban természetesen hát nem egyszerűen csak szóba kerül, hanem igen téma minden oktatáspolitikai változás. Hát amire most konkrétan emlékezni tudok, az a legutóbbi NAT 2020-szal kapcsolatos állásfoglalások. A magyar munkaközösségünk, azt gondolom, hogy nagyjából, ugye heten vagyunk ebben a munkaközösségben, néha nyolcan, egységesen tudott ebben a kérdésben állást foglalni. Hát ahogy azt a nyílt levelünk is mutatta, egyértelműen elutasítandónak tartottuk. De az nem véletlen, hogy a munkaközösség nevében léptünk fel, és nem a tanári nevében, mert vannak olyan kollégák, akik meg nem voltak ezzel a változtatási szándékkal szemben előítéletekkel. Volt, aki kifejezetten kedvezőnek értékelte a maga tantárgya, óraszáma, a tananyagtartalom miatt.
Az más kérdés, hogy amikor aztán már meglátta ennek a beltartalmát, akkor esetleg másként gondolkodott róla, és én azt gondolom, hogy nálunk ezt most a tanáriban sikerült teljesen kulturáltan kezelni, nem neheztelünk ilyen módon egymásra, nem is konfrontálódunk, tehát nem vágjuk egymás fejéhez, hogy hát ugye akkor csatlakoztál volna, és akkor lehet, hogy előrébb lennénk. Tudunk beszélni róla, és szó-szó attól meg óvakodunk, hogy mindennapi téma legyen. Tehát a túléléshez azért az is kell, hogy ne keserítsük magunkat naponta halálra, amikor szembesülünk egy-egy fejezettel vagy anyagrésszel. Hogy a diákokkal mennyire szerencsés vagy nem szerencsés politizálni, nem is tudok rá egészen pontosan válaszolni. Meggyőződésem, hogy az embernek ha másból nem a metakommunikációjából, de azért a verbálisból is. A tanítványok, akiknek van egyáltalán füle erre a kérdésre, vagy szeme a látásra, világosan tudják, hogy miről mit gondolunk, ha megkérdezzük, ki is mondjuk. Ha megkérdezik, akkor ki is mondjuk. Annak, hogy a tanórán politizáljunk, amúgy egyáltalán nem vagyok híve, és ami még mindig óvatosságra int engem, az az, hogy persze nekem az a meggyőződésem, hogy az én meggyőződésem az igazság. Na de hát ezzel mindenki így van. Tehát, hogyha van egy osztályban 5-10 gyerek, aki a tekintetével vagy a hozzászólásaival arról győz meg, hogy egyféleképpen gondolkodunk, feltehetően amúgy akkor otthonról is valami hasonló szemléletet hoz, attól én sem azt nem gondolhatom, hogy mi többségben vagyunk, sem azt nem gondolhatom, hogy és ha nem, akkor azokkal, akik másként gondolkodnak, ezt én most kell, hogy szembesítsem, vagy azokat ezzel kell, hogy szembesítsem. Szóval nem tudom, hogy mi lenne itt az igazán helyes megoldás. Azt sem tartom helyesnek, hogy apolitikussá válnak a gyerekek. Nem miattunk, nem is csak az otthon miatt, nincs ennek olyan tere, ahol ezt igazán megvitatnák, és amúgy egyre kevesebb tanítványomban látom én a szándékot, vagy az igényt erre. Vagy azt mondom, hogy nagyon szórtak ilyen szempontból az osztályok. Ágnes, nagyon örülök, hogy szóba hoztad ezt a tavalyi januszos nyílt leveles kiállós dolgot, úgyhogy most akkor egyből ebbe is kötnék bele, vagy hát ezzel folytattam pontosabban, de bele is fogok kötni. Szóval, hogy tavaly ősszel, ha jól emlékszem, nyár végén ősszel jött a hír, hogy megint megváltoztatják a nemzeti alaptantervet, és erre reakcióként a januszos magyaros kollégák, de amúgy nem csak ők, hanem több más tanár is aláírta természetesen ezt a szöveget, kiadtak egy nyilatkozatot, amiben hát nagyon rossznak, elfogadhatatlannak minősítik ezt az új alaptantervet, és hát tulajdonképpen felszólították a tanárokat a szervezkedésre. És létre is jött egy elég nagy Facebook csoport, aminek én is a tagja voltam, ahova nagyon-nagyon-nagyon sok tanár érkezett az ország minden pontjáról, és hát nagyon élénk diskurzusok indultak annak tekintetében, hogy mi a fenét kéne csinálni. És amúgy itt nagyon sok szó volt például az érettségi bojkottjáról, meg komolyabb dolgokról is, viszont mire eljutottunk az érettségig tavaly még az érettségi előtt jött ki az év elején ez az új NAT, ha jól emlékszem, bocsánat, most megzavarodtam az időrendet, ez 2020 eleje, majd a 2020-as érettségi kor, amikor már több hónapja létezett ez a Facebook csoport, meg létezett ez a kiállás,
akkor végül is nem igazán történt semmi, leginkább a járványhelyzetnek az aktualitása miatt ez a kezdeményezés, mondjuk az érettségi bojkottát illetően, vagy a komolyabb szervezkedést illetően ez nyilvánvalóan szétesett. Igen, és azt szeretném kérdezni, Ágnes, hogy mit gondolsz, mi ennek az egész, vagy mik ennek az egész szervezkedésnek a legfontosabb tapasztalatai, mert hogy ez azért mégiscsak egy elég példanélküli komoly dolog volt, mert az, hogy ilyen sok tanár ilyen közvetlen kapcsolatba került egymással mozgalmi ügyek mentén, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Mik ennek a tanulságai szerinted? Első körben ezt kérdezném, de még lesznek talán kérdéseim hozzá. Hát nem tudom így a tanulságot megmondani. Én azt tudom, hogy mi ezt azért fogalmaztuk meg, mert úgy gondoltuk, hogy nem maradhatunk csendben. Nagyon örültünk neki, hogy nagyot szólt. Azt hiszem, hogy ekkora szólásra nem is számítottunk. Tehát ilyen média érdeklődése is, hogy aztán akkor itt tüntetések voltak ezzel kapcsolatban. Hát nálam naivabb és fiatalabb kollégák ehhez még sokkal-sokkal nagyobb reményeket fűztek. Ők azt gondolták, hogy nem fogják majd bevezetni a NAT 2020-at. Persze ez lett volna a cél. És én szeretném azt hinni, hogy azért akadt meg az egész, mert jött a vírus, és nem lehetett már tüntetéseket és tömegdemonstrációkat tartani. De bármennyire szeretném ezt hinni, nem, azt gondolom, hogy általán megmagyarázhatatlan okokból elhalnak ezek az ellenállási mozgalmaink. Azért mégis egy magyarázattal talán megpróbálkoznál? Tehát azért nem szabad talán ezt ilyen ködösen hagyni, azt gondolom. Hát elmondom én például szívesen, hogy én mit láttam, mert ez számomra egy nagyon fontos kérdés volt, akkor emlékszem tavaly év elején. Én bekerültem ebbe a csoportba, és amikor bekerültem a csoportba, akkor az első pár hétben még viszonylag egy szűk mag volt azért, az első egy hétben, tehát nem került be annyi tanár, és akkor elég komoly ilyen, hát tulajdonképpen stratégiai ötletelés volt arról, hogy hát akkor egy érettségi bojkottot hogyan kell csinálni, és mik ennek a különböző vonzatai, és hogyan lehet nyomást gyakorolni, stb. Tehát egy ilyen politikai, elég erősen politikai jellegű szervezkedés volt ebben. Majd aztán megjelent végtelen mennyiségű tanár, nyilván akik örültek ennek a kezdeményezésnek, és ahogy láttam, körülbelül egy-két hét leforgása alatt átalakult teljesen profilját tekintve ez a Facebook oldal, és tulajdonképpen most csúnya szót fogok használni, de hogy egy ilyen nyavajgássá alakult át az egész, meg egy ilyen önterápiává alakult át az egész, ahol mindenki elmondhatta a nyomorát, és mindenki kiventilálhatta ezeket a dolgokat, mindenkinek meg lehetett veregetni a vállát, meg lehetett közösen szörnyűködni, de hogy amúgy a konkrét stratégiai dolgok, amikkel amúgy foglalkozni kellett volna, szerintem, azok teljesen elsikkadtak, és hogy nem gondolod-e azt, hogy például ez egy hangsúlyos oka volt, hogy ezeket az ilyen kommunikációs dolgokat így nem sikerült rendesen moderálni, vagy effektív irányba terelni például? Hát a csoportról nagyon hasonlóképpen gondolkodunk. Igen, teljesen felhigult. Én azt gondolom, hogy többé-kevésbé a tanításhoz értek. És azt gondolom, hogy tisztában vagyok bizonyos fajta erkölcsi kötelességeimmel, hogy szóljak, ha úgy gondolom, hogy ez így nem mehet tovább. Hogy ebből hogy tudok én eredményes harcot kovácsolni, egyszerűen fogalmam sincs. Tehát itt azt gondolom, hogy nekünk szükségünk lett volna egy olyan fajta segítségre, akik ezzel foglalkoznak, és racionálisan tudnak nekünk ebben segíteni. De azt is belátom, hogy nagyon nehéz egy ennyire befolyásolható, megosztható társaságon, mint amilyen a tanári társadalom is segíteni.
Például itt volt egy olyan titkos reményem, bár ezt lehet, hogy csak utána gondoltam hozzá, hogy és akkor miért nem állnak ebbe bele úgy a pedagógus szakszervezetek, hogy tömegmozgalom szervezésben, demonstrálásban nekik van szavuk, lehetőségük, tehetségük, de nem így működött, ők itt inkább egymásra mutogattak. Mi meg magunktól elhaltunk. És ez nekem sajnos a nagyon sokadik tapasztalatom a pálya során, hogy így elmaszatolódnak a dolgok. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy a szakszervezetekkel milyen volt az egyeztetés, vagy ez miért volt akkor ilyen negatív, ahogy mondod? Hát az, hogy egyeztetés odáig, azt hiszem, hogy nem is jutottunk el, hogy egyeztetés. Az egyik szakszervezet szerette volna, hogyha mi most akkor így az ő égisze alatt fogalmazzuk meg a problémánkat, és arra a felvetésre, hogy jó, akkor legalább a két szakszervezetünk próbáljon egymással valami hasonló álláspontot kialakítani, erre már nem érkezett válasz tőlük. És akkor még egy dolgot szeretnék mondani a felvetésedhez. Hát lehet, hogy évtizedek óta, de több mint egy évtizede különböző kérdések kapcsán odáig jutunk el, hogy azt mondjuk, hogy egy lehetőségünk volna erődemonstrálásra középiskolai tanaraknak az érettségi bojkottja. Sosem mertük megtenni, ez van. Még egy rövid kérdésem, hadd legyen ehhez, hogy arra esetleg gondoltatok-e, hogy diákokat vonjatok be ebbe a dologba, vagy akár egyetemi hallgatókat, ez felmerült-e? Saját, tehát középiskolás diákokat nem gondoltuk, hogy bevonnánk, és úgy gondolom, hogy ez a korábbi, tehát a kockás inges akciókra is igaz, hogy örömmel fogadtuk az önkéntes szerepvállalásukat. És én azt gondolom, hogy a továbbiakban is így távol álljon tőlem, hogy én egy diákot agitáljak, hogy foglaljon állást ebben vagy abban, vagyis hogy így vagy úgy foglaljon állást egy oktatáspolitikával kapcsolatos kérdésben. Hát itt abszolút a számba vannak adva a szavak, úgyhogy itt a kockásinges dolog kapcsán fordulnék akkor vissza részben Hangához is, hogy például a kockásinges demonstráció, vagy ilyen mini mozgalom, az például a Janusban is elég nagyot ment, és ott az nagyon látszott, hogy én már nem voltam januszista, de utol, vagy így láttam kívülről, hogy ott volt egy valami fajta tanár-diák együtt mozgás azért hangsúlyosan, és hogy Ágnes, Hanga, mit gondoltak ezzel kapcsolatban, hogy ugye az utóbbi tapasztalatok alapján, hogy ha azt látjuk, hogy sokszor az oktatásnak a szerkezeti, strukturális hiányosságait jobb hiány a tanárok a diákokon vezetik le, a diákok meg a tanárokon, akkor például ilyenfajta közös politikai kiállások, mint ez a kockásinges kiállás, ez csökkentheti-e, vagy temetheti-e ezt a szakadékot a kettő között, vagy létre tud-e hozni valami fajta olyan kohéziót hosszú távon, ami túllép azon, hogy amúgy egymást okoljuk az amúgy mindannyiunkat érintő problémákért. Hogy látjátok ezt? Hát egyébként én azzal nem teljesen értek egyet, hogy azért így egymáson veszhetnénk rá a feszültséget. Biztos, hogy van erre példa, főleg most így távoktatásban, de alapvetően egyébként nem értek vele egyet. Velem konkrétan még általános iskolában fordult elő ez az esemény, szóval akkoriban hát még kevésbé értettem az egésznek a lényegét, de már akkor is egy nagyon pozitív élmény volt. Főleg azért, mert sok olyan tanáromról is meglepődve tapasztaltam, hogy felvette azt az inget, akire nem is gondoltam volna, és mindenféle jelentőség nélkül, vagy értelmezés nélkül, mert az is sokat jelentett nekem, hogy így kimertek állni valamiért,
és mindenképp egy olyan pozitív példát mutattak ezzel nekünk, már olyan fiatalon is akár, aminek én nagyon örülnék egyébként, hogyha a mai napokban is akár megtörténne egy ehhez hasonló esemény. És egyébként még az előző kérdésedre elfelejtettem arra válaszolni, hogy a diákok egymás között mennyire beszélnek oktatáspolitikáról. Hát ez szerintem mindenképp egyébként közösségtől is függ, hogy a diákok maguktól egyébként mennyit foglalkoznak ezzel a kérdéssel. És egy értelmiségi vagy elitebb gimnáziumban természetesen gyakrabban előfordul, de én is azt tapasztalom, hogy főleg egy ilyen oktatáspolitikai kérdésről nincs annyi információja egy diáknak, hogy igazából véleményt tudjon kialakítani róla, és még hogyha szóba is kerül, nem igazán. Azért örülök ennek a válasznak, mert én is szívből remélem, hogyha rossz a viszonyom egy növendékkel, netántán, akkor az nem azért van, mert az oktatáspolitika struktúrája által bennem keltett feszültséget vezetem le rajta, hanem egyszerűen azért, mert van olyan, hogy egy másik emberrel néha konfrontálok, akkor is, ha felnőtt, meg akkor is, ha diák, és azt gondolom, hogy közösséget is inkább az a diák tud vállalni velünk, aki eleve elfogad minket. Hogyha a személyiségünk, a tanári személyiségünk, magatartásunk nem kedvére való, vagy nem a számára megfelelő, akkor bármilyen tüntetés hiába való ahhoz, hogy mi egységfrontot képezünk ezen a téren. Én is még szeretnék erre a közleményre visszatérni, de ez a kérdés már mindannyiótokhoz szólna. Ugye a Janusos Magyar Munkaközösség ezt a közleményt három fő problémakör alapján fogalmazta meg, hogy az új NAT az miért gyerekellenes, miért tanárellenes, és miért nemzetellenes. És a nemzetellenes résznél az a probléma volt kifejtve, hogy nagyon szűken értelmezi a nemzeti kultúra fogalmát az új alaptanterv. És az lenne a kérdésem, hogy eleve mit gondoltok arról, hogy fontos-e az, hogy akár az alaptanterv, akár az irodalom oktatás kell-e, vagy nem kell, vagy ha kell, akkor milyen nemzeti identitást képezzen a fiatalokban, kell-e egyáltalán erre hangsúlyt fektetni, vagy ez egy eleve ideológikus álláspont. Szóval ez érdekelne, hogy mit gondoltok erről. Én reagálok erre szívesen először. Hát nekem az a nagyon furcsa ebben, hogy az, amit most jelenleg ilyen nemzeti identitásként igyekeznek eladni, átadni, ráhúzni az emberekre, az alapvetően egy romantikabeli koncepció, ami mondjuk egy akkor a nemzetben élők számára olyan formában értékes tudott lenni. De hogy nagyon sokat változtunk, és nagyon sokat változott nyilvánvalóan ehhez kapcsolódóan a nemzeti identitásunk, és nekem van valami ijesztő abban, hogy én, mint nemzettag, a nemzeti identitásomat csak akkor tudom elsajátítani, hogyha átmegyek bizonyos képzésen a középiskolában, hogy magamtól nincsen nemzeti identitásom. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon furcsa alapvetően. Meg tényleg nem, tehát, hogy amit így előírnak nemzeti identitásnak, az tényleg nem lesz az. Az identitásom az, amihez kapcsolódni tudok, vagy amivel így párbeszédbe lépek. És nekem ilyen nagyon, nagyon meghatározó, amikor arra gondolok, hogy a nemzeti identitásom mondjuk milyen szinten áll, mert egyébként ezen gondolkoznom kell nagyon sokszor, akkor nem az ilyen a Takaró Mihályféle keresztény nemzeti dologban gondolkodok, hanem alapvetően abban, hogy magyar nyelvvel és kultúrával szeretnék foglalkozni,
És hogy nekem ez adta meg. Tehát, hogy nekem az irodalomtanításnak szerintem nem feladata a nemzeti identitást átadni, de vele járulja, hát ezzel foglalkozunk. Magyar kultúrában foglalkozunk. Ez történik. Hát erre azt tudom mondani, hogy így van. És azt gondolom, hogy persze nem deklarálni kell, hogy ez nekem feladatom, hanem mivel a tanár az egész személyiségével tanít, amilyen az én viszonyom valamihez, mondjuk a nemzettudathoz, hát ennek megfelelően tudok ezzel a dologgal dolgozni, ezt látja a gyerek. Szerencsés esetben valamiben még követendő mintát is láthat benne, különben nem. Hát én sem gondolom, hogy ez előírt tananyag, szöveg kellene, hogy legyen, mint hazaszeretet. És azt gondolom, hogy a tetejében, hát ez sem a középiskolának, vagy egyáltalán nem az iskolának, hanem az egész mai magyar társadalomnak egy sokkal inkább ilyen megosztó felvetése, hogy ki lehet itt igazán magyar. Megboldogult Ady Endre, erről haladóbban gondolkodom. Hát én úgy gondolom, hogy a mi generációnk ugye egy nagyon globalizált világban nő fel, és nagyon sokszor ugye a világpolgárénünket előbb érezzük, mint ezt a magyar nemzettudatot, viszont irodalom órán azért tényleg elég nagy arányban előfordul ez a téma, amivel szerintem nincs is probléma, csak én úgy érzem, hogy elég sokszor nem feltétlenül ilyen választási, és nem is feltétlenül egy kritikus szemlélettel, egysíkúan, és nehezen tud egy mai fiatal ahhoz kapcsolódni, vagy azzal magában párbeszédet kialakítani, amit ott kap. Pedig szerintem tényleg egyébként egy nagyon fontos része, és tényleg úgy gondolom, hogy a kultúránkból adódóan mindenképp van ennek helye az iskolában, csak valahogy ahogy így a tananyagba be van ültetve, valahogy nem egy annyira, nem tudom, fiatalnak megfogható mód ez, és nem egy olyan típusú szemlélet, amikor tényleg egy 21. századi gimnazista, aki főként a TikTokon táncoló fiatalokkal szocializálódott, hanem nagyon tudna reagálni sok esetben. Ágnes, az még hozzáfűzne valamit? Igen, azt szeretném még hozzáfűzni, nagyon szabadon és nagyon messziről hivatkozva Eszterházy Péterre, hogy be kell, hogy lássuk, hogy az irodalom nem szolgáló lánya valamilyen ideológiának. Egyszerűen mi itt irodalmi művekkel foglalkozunk, mikor milyennel. 19. században nyilván erősebb valóban az ilyen irányú átpolitizáltság. Ahhoz képest nagyon nehéz mit kezdeni Kertész Imrével. Jó, és hogy szóba kerül a 19. század irodalma, mert hát amikor mi jártunk gimnáziumba, akkor ez mindenképp így volt, de szerintem ebben ma sincs túl nagy változás, és még talán az elit gimnáziumokban is ez a helyzet, hogy sem a történelmi, de az irodalmi tananyag végére sem érkezik el egy érettségiző, tehát a 20. század második felének irodalma az nem túlságosan részletesen kerül szóba, míg mondjuk a 19. század nem csak a magyar irodalom oktatásában, de egyébként a Nemzeti Kánonban is egy nagyon kitüntetett helyet foglal el, és ahogy említettétek is kicsit, ahhoz a fajta irodalomképhez van mérve nagyon sok minden,
És ezzel kapcsolatban, és nyilván, amikor egy-egy elit gimnáziumban megteheti egy-egy kortárs irodalmat szerető magyar tanár, akkor itt-ott egy-egy óra erejéig bevihet Varró Dániát, vagy Grecso Krisztián, de hogy az a kérdésem, hogy mit gondoltok arról, hogy kimarad gyakorlatilag az oktatásból a 20. század második felének irodalma, hogy ez nem látjátok-e azt problémásnak, hogy mennyiben segít ez vagy mennyiben akadályozza ez egyébként azt, hogy értő kortárs irodalom olvasó legyen egy diák, és nem pedig csak egy ilyen kényszermegoldás néha így mutatóba bevinni ezeket a műveket, és nem gondoljátok-e úgy, hogy mondjuk inkább a tananyag elejéből kellene leszedni, vagy átstruktúrálni ahhoz, hogy akár történelmből, de ugye főként most az irodalomról van szó, olyan műveket ismerjenek meg, amikből könnyebben lehet, hogy könnyebben következik az, hogy mi történik a mai irodalomban, a mai világban. De. Egyébként én is nagyon tapasztalom, és nagyon érzek egy járést, hogy nagyon sok barátom, aki magától egyébként annyira nem foglalkozik kortárs irodalommal, a mai művekkel annyira nem tud mit kezdeni, mert egyszerűen akkora különbség van mondjuk egy 19. századi vers és egy mai között, és szerintem is egyébként feladat lenne egy ilyen átívelés és átvezetés a kettő között. Én alapvetően, tehát hogy a 20. századot szerintem azért nem veszik annyira elő, mert egy ijesztő heterogenitás, tehát hogy ijesztően sokszínű, és nincsenek meg annyira körberajzolva talán ezek a határvonalak, illetve azért, mert nincs idő tényleg. Én szakgimibe jártam, és nálunk fakultáción került csak elő a 20. század, tehát hogy mi megálltunk, azt hiszem, talán még a 20. század elején még volt középsőkben, és így ennyi, de hogy minden más faktra szorult. Hát az van, hogy olvasható. Tehát, hogy én nem is azért venném elő, mert hogy jobban kapcsolódok a mához benne, mondjuk tematikai szinten, hanem tényleg fogyasztatóbb a diákok számára. A 19. század is szerintem már fogyaszthatóbb, mint az előtte lévő időszakok. Tehát, hogy itt inkább ilyen szempontból hangsúlyoznám ki. De hogyha már, tehát, hogy akkor már nem az kéne, hogy a kortárs legyen így főszereplő, tehát, hogy akkor ezt sose tudom egyébként jól beárányolni. Tehát, hogy nekem ez így nincs kész ötletem erre a filmet. Azt tudom viszont, hogy vagy legalábbis azt gondolom, hogy töri tanárokkal jobban lehetne egyeztetni az irodalom oktatást. És hogy nekem például itt tökre hiányzik, hogy töri tanárokkal beszélgessek arról, hogy így ők mit csinálnak órán. Nálunk átcsúszott a kettő egymáshoz képest, és ezért nagyon nehéz volt kialakítani a viszonyrendszert így utólag visszamenőleg. És hogy nálunk így az volt, hogy a töri nem is integrált nagyon kultúrtörténetet, tehát addig, amíg mondjuk így kellett mondjuk ilyen lelet szempontból képzőművészetről beszélni, addig még szó, és aztán így tényleg kiesett, mert a 20. századnak nagyjából már itt tényleg a politikai részeit gyorsan ledereljük, mert ugye ott is egy ilyen sietség van. Úgyhogy de, igen. Tessék. Eleve azt gondolom, hogy a 9-es és 10-es tananyag, ami 10-es, az körülbelül a 19. század, rengeteg olyan irodalmi műre hivatkozik, amit nem olvastatunk. És ez nem baj, tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy el kéne olvasni az isteni színjátékot és az összes planktuszt és egyebeket. Csak azt gondolom, hogy ilyen módon fölösleges annyi időt tölteni vele, mint amennyi tanévben vagy tanévekben erre rámegy. Tehát valóban normálisan ez úgy működne, hogy az irodalom az irodalmi szövegekkel foglalkozzon, és ha azzal foglalkozna,
akkor óhatatlanul a 20. és 21. század irodalmával foglalkozna, mert hát ezek érdekes és fogyasztható szövegek, és ha így közelítenénk hozzá, hogy nem kultúrtörténetet akarok tanítani, irodalmi művek, irodalomtörténeti adatok és művek sorozatáról beszélni, akkor ez bizony annyit is jelentene, hogy a líra is kisebb arányba szerepelne a tananyagban, egyszerűen azért, mert könnyebben megbeszélhető, feldolgozható egy drámai mű és egy epikus mű. És az, hogy könnyebben feldolgozható, ezt meg nem azért mondom, mert mindenáron a könnyebb megoldást akarom keresni, hanem azért, mert ezt csinálnom kellene, ha meg akarom egy kicsit fogni a tanulókat, ha meg akarom őket szerezni az olvasásnak. Jó, hogy az előbb említetted, Sári, ezt a történelem tanárokkal való egyeztetés kérdését, mert egyébként ezt is szerettem volna vetni, hogy mennyire érzitek akár tanárként, akár tanulóként, vagy mennyire éreztétek az azzal kapcsolatos problémákat, hogy, mert ez ugye elég gyakran fel is szokott jönni az oktatással kapcsolatos vitákban, hogy nem csak a történelemnek és a magyarnak, hanem még a művészettörténetnek is jobb lenne, hogyha sokkal jobban egymásra reflektálnának. Ez szerintetek miért nem tud megvalósulni, vagy hogy lehetne ezeket jobban összevonni? Én azt nem tudom megmondani, mivel nem vagyok gyakorló történelemtanár, hogy ki mernéke hagyni annyi korszakot és olyan időszakokat a történelemből, amiből az előbb említett okok miatt nem akarnék irodalmi szemelvényt adni. Tehát, hogyha nagyvonalúan kezelem az ókor és középkor és reneszánsz és barokk irodalmát, biztos-e, hogy ezeket az évszázadokat, mondhatnám tanéveket, töriből is ugorhatnám? Igazából nekem az van, vagy erre annyit tudnék mondani talán, hogy egyrészt nem, tehát hogy én nem kommunikálok, tehát hogy igazából nem az, hogy én nem kommunikálok, hanem hogy nem kommunikálunk egymással. Nem tudom, hogy a törítanásszakos fiatalok miben vannak. Nagyon elszaporában vagyunk. Hát ebben nyilván van olyan, aki magyar törítanásszakoshoz jobban átlátja ezeket, de hogy én jelen esetben nem tudom, hogy nekik mi a véleményük. Az tény, hogy ugye a törítanítás az eseménytörténetben gondolkozik, ideális esetben magyar tanításhoz pedig nem abban kéne, hogy történjen, hanem szövegek értelmezésében, ami meg egy lassú folyamat. Tehát, hogyha szövegértelmezést akarok tanítani, az elképesztően lassú. És nem tudom pörgetni, nem tudom azt mondani, hogy X eseményt ma végig fogunk haladni, mert hogy óhatatlanul arra fogok koncentrálni, hogy miben vannak a gyerekek, ők mit gondolnak, és ezzel fogunk foglalkozni. Tehát, hogy szerintem még a tempó sem összeegyeztethető. És hogy igazából az irodalom tanítás itt van az irodalom történet terhe alatt. És persze kell tanítani, mert igaza van a tanárnőnek abban, hogy nem tudom, hogy melyik szerzőket említette, de hogy cikkje, amikor az ember nem tudja, hogy ki után jött. De hogy nem tudom, hogy ez az, amivel kezdeni kell ezt az egészet, és hogy ezt milyen formában kell átadni. De egyelőre inkább látom tehernek a történelmet, mint sem segédeszköznek. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy mondjuk nem érdemes, tehát hogy nem adhat egy mű értelmezéséhez mondjuk adott korszakok ismerete, stb. Csak hogy egyszerűen anélkül kell gyakorolni, hogy aztán utána esetleg mondjuk szerintem a kor ismeretével ki tudja bővíteni a szövegértelmezésemet.
Hát ehhez annyira nem tudok hozzászólni. Saját tapasztalatom azok, hogyha irodalomból vettünk egy olyan művet, aminél fontos volt tényleg a történelmi háttér, akkor azt átbeszéltük előtte, visszaismételtük. De egyébként nálunk sem feltétlenül párhuzamosan folyik a kettőnek az oktatása. Most én egy kicsit másik témát dobnék be. Hogyan látjátok, hogy a Me Too kampány óta, ugye, ez is most benne volt az elmúlt hetek közbeszédében, hogy mi köze van a gendernek a középiskolai oktatáshoz, szóval, hogy mit gondoltok, hogy a Me Too kampány óta mennyire jelenik meg adott esetben jobban a tanulók részéről ez a szempont, a társadalmi nemeknek a szempontja, valamint ti mit gondoltok, hogy fontosnak tartjátok azt, hogy ez hangsúlyosan megjelenjen, vagy akár részben megjelenjen az irodalom oktatásba is, és mit gondoltok, hogy mik ennek az akadályai, vagy esetleges ösztönzői? Alapvetően azt gondolom, hogy akár a gender témáról, vagy bármi hasonlóról van szó, az irodalom oktatásban nagyon fontos, hogy egy kritikus szemlélőt oktassunk, vagy neveljünk ki a tanulóból, és akkor ezek után már igazából bármilyen művet vehetünk, és hogyha megfelelően átbeszéljük, vagy akár csak a diáknak megunak elő saját tapasztalatai háttérre, akkor szerintem magának el fogja tudni dönteni, hogy ez egy követendő példa vagy sem. Most itt főként volt Krisztinának a megjegyzésére reagálva, de egyébként én nem tapasztalom azt, hogy ez nagyobb teret kapott volna azóta, de mindenképpen ugye tanárfüggő, meg például a közösség is, hogy mekkora igénye van erre, hogy erről legyen párbeszéd. Bocsánat, és Hanga, te hogy látod, hogy mennyire van erre a diákok részéről igény, hogy mondjuk ez szempont legyen nem is feltétlenül irodalom órán, hanem bármilyen diskurzusban az iskolába? Konkrétan ezzel a témával kapcsolatban? Hát mi egy olyan közösség vagyunk, hogy nálunk egyébként elég magas arányban jelen van, és azt kell, hogy mondjam, egészen fejlődés, haladó gondolkodású tanáraink is vannak, úgyhogy nálunk azért meg szokott jelenni ezt témaként, akár az adott szerzőnek a művére reagálva is. Úgyhogy én ezt nagyon pozitívan éltem meg. De még annyit hozzátennék, hogy egyébként ez nem a Me Too óta növekedett szerintem, hanem alapvetően is jelen volt a közösségben. Engem a Me Too, ez már így már egyetemre jártam, amikor ez történt, és mondjuk azt értékelem, hogy az egyetemi képzésben abszolút megjelenik. Szóval de nekem van egy színháztamány szakon pluszban, amit felvettem, és hogy ott például ez ilyen minden órán téma. És hogy ez szerintem nagyon-nagyon király. Viszont van egy ilyen nagyon primár tapasztalatom, hogy játszom egy színházi nevelési előadásban, az a címe, hogy Nemek, és nyilván ezt a kérdést boncolgatjuk itt nagyon különböző suliba járókkal. És hogy vannak iskolák, ahol egy ilyen egészen elképesztő nagy érdeklődést tapasztalunk, hogy ezt ilyen nagyon igényük van, és szükségük van arra, hogy tematizálják ez a társadalmi szerepek kérdését, de vannak iskolák, ahol alapvetően ez így nem kerül elő még annyira, mert egy teljesen másba vannak. Nyilván tök jó lenne beszélni róla, mert hát ez identitásom része a nemem, szóval, hogy ez szerintem valid téma. Annyit érzek, hogy még ilyen nagyon, tehát hogy nagyon változóban vannak a keretek, hogy mik begondolkodunk,
és hogy épp ezeknek a változó kereteknek a különböző fázisaiban vannak a különböző, nem tudom, iskolák, csoportok, stb., és hogy nem tudjuk még pontosan, hogy ezt hogyan lehet tematizálni iskolán belül, de hogy szerintem vannak rá, tehát vannak rá abszolút indítatások. Szerintem a Magyar Tanárok Egyesülete ad ki a társadalmi szerepekkel kapcsolatban segédanyagokat, úgy emlékszem, hogy ott azért többször előkerül szempontként, és hogy tudományban is, meg hétköznapi életben is nagyon-nagyon gyakran kerül vele szembe az ember, tehát kikerülhetetlenné válik az erről való beszéd középiskolában is, szerintem pár év kérdése, hogy konkrét téma legyen. Hát én ebben a kérdésben is azt tartanám ideálisnak, hogyha itt sem lenne az irodalom szolgáló lánya bármilyen direkt ideológiának vagy témának, hanem ha azt meg tudom valósítani, hogy többféle irodalmi művet vigyek be 20.-21. századból, óhatatlanul kínálnak lehetőséget állásfoglalásra, társadalmi, nemi, bármilyen szerep betöltésre, amiről akkor lehet beszélni, hogy én ezt most nagyon divatos, vagy majdnem provokatív témaként vigyem be, és rendeljem alá ennek az irodalmat, azt meg kevéssé szeretném. De például a diákok az önúrein ezt így nem hozzák elő, vagy hogy nem kerül szóba, hogy mondjuk milyenek a karakterek az adott szövegben, női karakterek, férfi karakterek, vagy hát dehogy el? Nem. De természetesen szóba hozzák, és az is lehet, hogy napjainkban kettővel többször, mint két évvel ezelőtt. Mert hát mindig vannak trendek, amik sokkal inkább benne vannak a közbeszédben. Csak azt gondolom, hogy nem szeretnék én ebből ilyen tematikus blokkot csinálni. És mondjuk nem gondolom a tetejében még az sem, hogyha az aranyembert félre akarom tenni, akkor efféle identitás problémák miatt, vagy szűkös szerepválasztási lehetőség miatt szeretném félretenni. És amúgy a Januszon belül mennyire van igény erre a diákok részéről például? Hú, hát ezt én így nem tudom megmondani. Én 5 osztályban tanítok. Azt gondolom, hogy ebből van 2 olyan osztály, 11.-12. évfolyamon, ahol tudunk erről beszélni irodalmi művek kapcsán. De akkor, ha jól értem, akkor megvárod, amíg a diákok maguktól hozzák föl ezeket a kérdéseket, és hogyha maguktól nem hozzák föl, akkor nem annyira erőlteted, vagy nem annyira helyezed ezeket középpontba. Kérdezem. Hát nem várom meg, igyekszem úgy csinálni, hogy ők úgy érezzék, hogy nekik jutott eszükbe. De azért nyilván provokálok affelé néhány mű kapcsán. És megkérdeztem, hogy melyek ezek a művek? Hát megkérdezheted, de akkor nem fogsz szeretni, mert Tóth Krisztina novellákról van szó. És nem... Oké. Világos. Jó, Sári, most hozzád fordulnék egy pillanatra, hogyha már társadalmi szerepekről, vagy mindenfajta szerepekről van szó. Ugye te sokat foglalkozol dráma pedagógiával, és azt szeretném kérdezni, hogy mit látsz, hogy hogyan, vagy mondjuk számodra, hogyan ötvözhető ez irodalomtanítással, és hogy mit látsz, hogy a hétköznapi gyakorlatban milyen tere lehet ilyen eszközöknek például? Én remélem, hogy tere lehet, vagy hogy nekem ez mindenképpen célom. A más irányból indul a kettő, az egyetemen tanulok tanárnak lenni, és gyakorlatilag belettem dobva a mély vízbe pár éve, és elkezdtem gyakorlatból, vagy gyakorlatban fejlődni a másik oldalon. Hát a kettőben tök hasonló az, hogy ezért mind a kettő ilyen reflektív, személyiségfejlesztő jellegű dolog,
És hogy szerintem abszolút terepe van ennek, hát ennek van már igazából iskolája, tehát hogy például, hogyha bárkit ilyesmi érdekel, akkor az EQ-linak van egy konkrét ilyen alkalmazható kis füzete, vagy egy kötet, amit kiadott, és nagyon-nagyon praktikus feladatleírások vannak benne. Drámajáték a középiskolai irodalomoktatásban, talán ez a címe. És hogy ő például ezt egy ilyen misszióként csinálja, és előadásokat is tart magyar tanároknak, hogy hogyan lehet ezt bevinni. Hát szerintem abszolút, abszolút érdemes, és abszolút kell, és azt látom, hogy a diákszínjátszó közeg is nagyon épít az irodalomra. Tehát, hogy ez egy kölcsönös dolog, mert hogy a diákszínjátszósok nagy részt az irodalomra, mint alapanyagra gondolnak, amivel viszont nem... Tehát, hogy aminek a kreatív felhasználásra törekednek, vagy amivel viszonyt alakítanak ki, amit átírnak, feldarabolnak, és ilyen gyakorlatok részévé válik az irodalom, ami szerintem ilyen nagyon izgalmas a kísérleti terep, és nagyon izgalmas kísérleti terep lehet oktatásban is. Igazából csak azon izgulok, hogy legyen időm ilyeneket csinálni majd, hogyha egyszer tanítok. Remélem, hogy lesz. Hát alapvetően ezt akartam kérdezni, tehát hogy a gyakorlatban lesz-e tere ilyen gyakorlatoknak? Hát az vagy, nem tudom, mert én még nem tanítok gyakorlatban. Szóval, hogy ezt ott helyben látom meg. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha fel tudnénk cserélni amennyi sima padban ülős feladatot csak lehet felállós és egymást megszólító gyakorlatokká. Mondta a tanárnő, hogy ez a módszertani lelkesség, ez megvan a fiatalabban, bennem is megvan. De hogy így nem látom ezt jelenleg. Tehát, hogy ez egy ilyen baromi erős remény most éppen még. Hanga, tőled szeretnék még kérdezni, hogy az előbb pár szóraig felmerült az aranyember is, de ennek kapcsán az érdekelne, hogy látod, hogy mondjuk azok a fiatalok, akik igazából nem túlságosan tudnak bevonódni a kötelező olvasmányok által az irodalom olvasásba, azok számára így milyen alternatív lehetőségek vannak, illetve arra lennék kíváncsi, hogy az az ifjúsági irodalom, ami mondjuk 10 éve nagyon meghatározó volt, gondolok itt a Twilight-ra, vagy gondolok itt a Szent Johanna Gimire, amiket a diákok a kötelező irodalom mellett vagy helyett olvastak, ezek ma is meghatározóak, ezek a könyvek, vagy ezeknek van egyfajta szavatossági ideje, és nem működnek, szóval az érdekel, hogy látod ezt a fajta ilyen, ez a fiatal felnőttek, meg az ifjúsági irodalomnak a helyzetét. Én nagyon úgy látom egyébként, hogy ugye összefonódott a popkultúrával egy elég nagy mértékben, és ezáltal nagyon sok fiatalnak kedvet is csinál igazából az irodalomhoz, például Netflix sorozatok, vagy Netflix filmek, ami nem feltétlenül mondjuk a szép irodalom, viszont szerintem az már pozitív, hogy bevonz bizonyos réteget. Szóval én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan, akik egyébként a kötelező olvasmányokat egyáltalán nem olvassák el, már csak azért sem meg kötelezők, ők amellett viszont rendszeresen olvasnak, és megtalálják a saját érdeklődési körüket. Ha más nem, egyébként telefonon, vagy például ilyet, vagy sorozatban lát, és akkor kedve van megnézni. Amellett viszont... Nem mondanám azt, hogy van egy szavatossági ideje, de azért mindenképpen vannak divatok és trendek itt is. Én például a Szent Johanna Gimit úgy gondolom, hogy mondjuk egy 13-14 éves lány jobban élvezi, mint mondjuk egy 18 éves lány. A Twilight-ról nem tudom, hogy konkrétan melyik generáció, vagy melyik korosztály, de hogy
Például szerintem a Szent Hanna gimi az nem tűnt el, és az alkonyat sem. Most például egy új része meg is jelent. Emellett viszont, amit mondtam, hogy vannak trendek, és most például a Miután sorozat, meg a Bridgerton család, ami ugye Netflix sorozatban is megjelent, ezek nagyon mennek. Egy utolsó kérdéshez érkeztünk, azért már jó ideje beszélgettünk, de ezt még szeretném megkérdezni tőletek. A beszélgetés elején szóba került az, hogy volt ez a tavalyi NAT elleni tiltakozás, amit vagy a koronavírus, vagy más tulajdonképpen elsöpört. És hogy az lenne a kérdésem, hogy látjátok, vagy mi az, amit el tudnátok képzelni, hogy az eddigi ellenállási formák, amik időről időre végül is elhaltak, mi az, ami szerintetek még nem lett kipróbálva, és lehet, hogy az jobb lenne, vagy hogy látjátok jelenleg a lehetőségeiteket abban, hogy amit ti diákokként, tanárokként és tanárképzésben lévő hallgatóként gondoltok az irodalom oktatásáról, az valahogy a nyilvánosságban, meg a döntéshozók részéről is így meghallgattatásra kerüljön. Igen, ez a millió dolláros kérdés, de nem feltétlenül konkrét dolgokra lennék kíváncsi, csak hogy esetleg olyan dolgokra, amik szerintetek eddig hiányoztak, és mondjuk releváns volt az, hogy ezek hiányoztak, akár hozzáállásban, vagy akár bármiben, stratégiában. Hát én már arra gondoltam, hogyha a NAT 2020-hoz hasonló változtatás következik be legközelebb, vagy ez bármilyen fórumon még kérdés lesz, akkor meg fogom tapsolni, és azt mondom, hogy nagyon jó, és pont ilyet szerettem volna, és erre biztatom a kollégáimat is. Ezt az egyetlen lehetőséget nem próbáltam még a pályám során. Hát, ha erre azt a választ kapnám, hogy akkor visszavonjuk. Én kicsit vágyom talán jobban arra, hogy az egyetemi hallgatók jobban beleálljanak ezekbe a konfliktusokba, mert hogy ez nem igazán történik meg. És hogy vannak időről időre olyan csoportosulások az egyetemen, akik ilyen erősebb közösségeket hoznak létre, van véleményük, de valahogy nem kapcsolódnak össze szakszervezettel, egyesülettel, stb., és hogy nem álltunk még bele egyetemi szinten abba, hogy a tanárok mellett kiálljunk. Tehát, hogy amikor most említettétek az előbb a konfliktust, a Janoszos kiállást, akkor a diákokat említettétek és tanárokat, és a tanárképzés hallgatókat nem tudom, hogy hol vannak ebből az egészből. De nyilván mindenfajta ilyen közösségképzést olyannak lehet. Tehát, hogy ebbe az a rossz, hogyha ezzel egyedül marad az ember, akkor már kedvesem támad ellenállni. Tehát, hogy én ezt ilyen közösségi dolgokban látom, közösségi összefogásokban az, hogy legalább így egymásban tartsuk azt, hogy én ezt szeretném csinálni, ezt akarom, ezt folytassuk, nyomjuk. Meg nem tudom, én egyébként meg így, hogy ez ilyen illegálisan kinyomtatott, vagy nem illegálisan, de hogy ilyen titokban, sutyiban kinyomtatott tankönyveket, amiket lepasszolunk a diákoknak típusú ellenálló tanításban is részesültem, tehát hogy ezt nyilván folytatni fogom, ezt a hagyományt, de hát ez nem új. Ehhez akkor annyit hadd tegyek hozzá, hogy nem kell titokban kinyomtatni, tehát itt ma is gyakorlatilag szabad tankönyvválasztás van, de azzal,
hogy a NAT-nak megfelelő tankönyvek ingyenesek, a többiek meg nagyon nehezen megfizethetők. Hát nagyon nehéz odaállni a szülő elé, hogy de nekem meggyőződésem, hogy a gyereke, aki lehet, hogy különben kisenyítja, jobban jár, ha ezt a tankönyvet választja, hogy azt fogja mondani, hogy igen, akkor fizessünk érte, miközben lehetne ingyen is. Tehát nem nagyon ügyes ez a taktika, nem kell illegálisnak lenni, csak egy lehetetlen helyzetbe hoznak a választással. Igen, ez egy félremondás volt, bocsánat. Inkább csak arra gondoltam, hogy a tanárunk a saját zsebpénzén, vagy a saját fizetéséből csinálta mindezeket. Én egyébként arra tudom gondolni, nagyon sok esetben nem látom azt az egységet, hogy például a középiskolások, vagy a diákok, a tanárok és a tanárképzősök igazából egy egységet alkotnának, hanem sok esetben tényleg inkább egymás ellen irányuló harcnak tűnik az egész. És például szerintem a szülői réteg is egy nagyon fontos réteg ebben az egész kérdésben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán egy közös célok és egyértelmű programok azok mindenképpen hasznára lennének ilyen ügyeknek. Emellett, hogy egy gyakorlati tanácsra gondolják, esetleg én amúgy egyébként a Facebook profilkép keretére gondolnék, mert szerintem az egy nagyon egyszerűen beállítható dolog, és még nem kell elmenni tüntetni, meg nem kell csinálni semmit, de mégis egy elég egyértelmű és egy elég univerzális jel. Úgyhogy szerintem az most az SZFE ügyében egyébként ez megvalósult, meg megvalósult párszor, de hogy szerintem az egy jó kezdeményezés szokott lenni. Még annyi, hogy szerintem így... Szóval, elnézést a hallgatóktól, történt egy kis technikai probléma, ami miatt most Sári utolsó válaszát újra fel kell vennünk, és akkor kérlek, válaszolj is. Hát annyit mondtam igazából, hogy az ember ilyenkor két szék közé csúszik, tehát hogy az a baj, hogy tanárként azért nem tehetjük meg azokat a dolgokat, hogy az érettségit azért nem tudod tanárként bojkottálni, mert függnek tőle diákok, mert hogy az érettség ez egy olyan vizsga, ami befolyásolja az életét innentől fogva az adott diáknak, és ami kihatása van a karrierjére, meg minden, hát központi szerepe van az érettségének gyakorlatilag később, és hogy emiatt nem tudjuk ezt megcsinálni. És nagyon sokszor az is van, hogy nem lehet tanárként felelni, mert felelősséggel tartozik az ember a diákoknak, és például ez történt nagyon sok kockáséges tüntetésnél is, hogy amikor azt mondták, hogy tanára bojkottálnak egy napot, hogy nem tudták ténylegesen bojkottálni, csak a fizetésüket nem vették fel aznapra, mert nem tehetik meg, hogy nem mennek betanítani, nem tehetik meg a diákokkal. És hogy talán épp ezért is látom azt, hogy a tanárképzősöknek, akik jövendőbeli tanárok lesznek, azoknak kéne jobban beleállnia ezekbe a vitákba, és azoknak kéne szerepet vállalnia, mert őket még nem nyomja ennek a terhe. És hogy az van, hogy ehelyett viszont nagyon sokszor inkább az a logikus, hogy elhagyja, tehát hogy már előre úgy gondolkodik, hogy nem is fog tanítani, hiszen már most csalódott, és nem megy szembe azzal, hogy mi lesz. Szerintem kb. Ezt mondtam. Köszi szépen, és akkor szeretném megköszönni az összes meghívottnak, hogy itt volt, és ezt a beszélgetést megejthettük, és a késelésvilával hallgatóinak és nézőinek pedig azt szeretném mondani, hogy amikor nincs járványhelyzet, akkor a Nyitott Műhely nevű kulturális rendezvénytérben szoktuk az esteket megtartani, és jó lenne, ha ide visszatérhetnénk a koronavírus járvány lecsillapodása után is, és ezért a támogatási lehetőséget majd meg fogjátok találni a videó leírásában. Ha tehetitek, támogassátok ezt a helyet, mert nem csak a késelésnek, hanem számos más egyéb elég fontos kulturális projektnek ad otthont. Köszönöm még egyszer a figyelmet, és nem sokára a Facebook oldalunkon
tudtok majd tájékozódni a következő alkalom témáiról. Köszönöm szépen. Mi is köszi. Sziasztok! Sziasztok.